Remélem, hogy a kedves nézők is úgy keringőztek, mint mi a színfalak mögött. Lesz még tánc a mai fináléban bőven. Kedves zsűritagok, ti ma nem dönthettek a versenyzők sorsáról, de a véleményetekre nagyon kíváncsiak vagyunk. András.
Hát ezt nekem egészen megizzadt a kezem, annyira izgult a vérted, ugye a kezdetektől az egyike vagy a nagy kedvenceimnek, ugye te táncokban látod a világot, és most ebben a táncban mutattál egy olyan tulajdonságot, amit eddig nem, a szenvedélyt, és hogy ebben az életkorban ezt ilyen szenvedélyesen és magával ragadóan adtad elő, ez külön öröm volt számomra. Sokszor elmondtam, hogy nem tudsz hibázni, hogy csodálatos a hangod, hogy nem izgulsz egy ilyen körülmény között, amikor élő műsorban játszol, és sok százezer ember hallgat, hát ez egész fantasztikus. Úgyhogy gratulálok szeretettel, és köszönöm. Továbbra is itt maradsz a szívemben. Hogy győzt hazavinni ezt a sok dicséretet. Gergely! Drága Eszter, ez a zene színháza. Ugye látjuk a tündéreket, látjuk a manókat, az érzelmeiket, az eseményeket. A kedves nézőknek mondom, hogy Eszter minden hangjáról látszik, hogy mit szeretne mondani, és ezt át is tudja adni nekünk, és ez az előadó művészetnek a leglényege. Eszter, azt szeretném kívánni a pályád során, hogy amikor fölnősz, akkor is tartsd meg azt a képességedet, hogy látod a manókat, látod a tündéreket, és tudod láttatni velünk. Köszönöm. Kedves nézőink, ha önök azt szeretnék, hogyha ez a pici, de szenvedélyesen játszó kicsi lány Holozsai Eszter nyerje meg a Virtuózok fődíját, akkor ragadják meg a pillanatot és a telefonjukat, és szavazzanak SMS-ben a 20 30 70 44 22 999-en, vagy a Virtuózok ingyenes applikációján. Köszönjük szépen, Eszter! Köszönöm!